A vezető egyik legfontosabb feladata egy közösségben, hogy növelje az együttműködési kényszert. Ilyenkor általában mindig el szoktak akadni az előadásnak a hallgatói, hogy és akkor mi az, hogy együttműködési kényszer? És itt valójában én nem arról beszélek, hogy kívülről valaki ránk rak valami olyan kötelezettséget, amitől nem tudunk szabadulni, hanem az együttműködési kényszert azt saját magunkra helyezzük azáltal, hogy szövetkezünk valamire. Megegyezünk abban, hogy létrehozunk valamit. Például ma Magyarországon azért az egyik legerőteljesebb ilyen együttműködési kényszer, hogy összekötjük az életünket a megélhetés mentén. És azt mondjuk, hogy nem elmegyünk alkalmazottnak multihoz, hanem azt mondjuk, hogy közösen fogunk valami olyan vállalkozást csinálni, valami olyat alkotunk, amiből meg is tudunk élni. Szeretjük is csinálni, és meg is tudunk élni belőle. Amikor létrejön az, hogy ez már működik, és nagyon sok minden berakott az ember, befektetett ebbe a történetbe, akkor nagyon nehezen fogja otthagyni. Ez az együttműködési kényszer.